Mindössze 1-2 másodperc telik el két lövés között, kiváló reakcióidő szükséges tehát ahhoz, hogy korongot találjon a lőszer. Ebben mérhetik össze tudásukat a vármegye és az ország számos más pontjáról érkező vadászok, valamint sportlövők. A vasárnap megrendezésre kerülő versennyel közel 40 éve, azelőtt a Milotai Gábor előtt tisztelegnek a résztvevők, aki a II. Világháború után felkarolta a sportágat és számos sikeres lövészt nevelt ki a vármegyében. Nyilván maga a verseny folyamatosan változott, először skeet verseny volt, aztán egy összetett verseny, most évek óta korongvadászatot tartunk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte bármilyen korongot kaphat a versenyző, nincs egy fix pálya, mindig a pályaépítőnek a találékonysága határozza meg azt, hogy milyen jellegű lesz a pálya, és ez nyilvánvalóan a vadászathoz sokkal inkább közel áll, hiszen kint a természetben sem mindig egyformán repül a fácán, vagy a kacsa, vagy szalad a nyúl. Úgyhogy ez a vadászok által nagyon közkedvelt versenyszám. 100 korongra fognak lőni a versenyzők vasárnap, 4 pályán, tehát 25-25-25 korongokat. Lesznek dublé korongok, amikor ugye kettőre kell lövést tenni, nem csak egy jön, hanem jön a korong, lövés után indul a második korong egy másik helyről. Tehát egy meglehetősen izgalmas versenynek nézünk elébe. Az esemény különösen az utóbbi években szerzett országos érdeklődést a vadásztársadalomban. Az idei versenyen külön értékelik a versenyengedéllyel rendelkező profi sportlövőket és a vadászként nevező versenyzőket. A különböző korcsoportoknak és szinteknek köszönhetően pedig összesen 13 kategóriában osztanak ki érmeket. Ugye a Magyar Vadászlövészek Egyletének igazolt versenyzői, nyilván ezek az emberek azért egy más szintet képviselnek, versenyeken mérítik meg magukat. Nyilván ma a rutinjuk van, tudásuk, tapasztalatuk, ők az egyik kategória, a másik pedig, aki a vadászoknak szóló kategória, ahol azok a sportvadászok, akik szeretnének egy kicsit belerázódni a sportlövészetbe, kicsit gyakorolni a sörétes fegyverrel, ugye itt a galamb meg a réteszeton előtt, ez kimondottan nekik van ez a kategória. Ugyanazt a pályát lövik, csak az értékelés lesz külön véve. Nyilván egy profi versenyzőnek 100 korongból azért 90 fölött illik lőni, míg egy vadásznak már egy 60-70 korongos teljesítménye nagyon szép eredménynek mondható. A Milotai Gábor emlékverseny vasárnap délelőtt 9 órakor veszi kezdetét Nyíregyháza Felső Simán, a Vuklő téren.